Sziasztok, ez egy új videó. Ma azt fogom bemutatni, hogy a végleges villanyhálózat hogy lesz, és hogy ennek a menetét hogy én hogy képzelem el. Itt jön be a főkapcsoló szekrény, innen balra megy egy ága a kis szobába. Itt van egy kötődoboz, meg még egy kötődoboz, meg valószínűleg ott is van valahol egy, azt nem bontottam szét, és ott is jönnek vezetékek, ezt nem tudom. A lényeg az, hogy a kis szobát nem akarom most szétbontani, mert itt van egy csomó cucc, amit nem akarok most levinni, meg újra visszahozni, meg mit tudom én, úgyhogy itt majd, ha minden kész lesz, ezt utána is meg lehet csinálni, egy külön ágon fut. Az előszoba az úgy fog kinézni, hogy itt volt egy kapcsoló, ami kapcsolta ezt a leanlányt, ami itt volt, amit én ide szeretnék középre rakni, és akkor lehet kapcsolni onnan is, arról az oldalról is, meg a bejárat felőli oldalról is lehetett kapcsolni, és ezt most is így szeretném. Hát akkor menjünk körbe, akkor innen jön egy kapcsoló ide le, ami kapcsolja ezt a középső dolgot, akkor itt fölül el lehet vezetni valahogy, azt majd a mester kitalálja. Itt középpen lesz egy csillár, és onnan is szeretném, hogy kapcsolni lehessen. Hát ide, itt konnektor nincsen, nem szeretnék konnektort, illetve a két lámpa, szóval a két ajtó között a lámpa alatt lenne egy besülyeztett villanykapcsoló a WC-be és a fürdőszobába. És akkor a WC-t nézzük meg, a WC-be pedig úgy van most, hogy itt volt egy lámpának egy drótja. Hát ezt is vagy megpróbáljuk középre tenni valahogy, ezt majd még kitaláljuk itt. Tehát a fürdőszobában, vagy a WC-ben ennyi. A fürdőszobában az a különbség, hogy szeretnék ide egy ilyen mosdót, aminek lenne belső világítás, ilyen spotlámpás, tehát ilyen külön mosdóvilágítás, illetve fölülre itt, ahol állok, itt lenne a zuhany tálca, és fölül lenne egy spotlámpa, egy, kettő, mind a három sarokban egy, és ez bőven elég arra, hogy itt világítás legyen. A mosógép az itt lesz, ahol a lukak vannak, tehát annak kell egy konnektort bevezetni valahogy akár arra a falra, akár itt a régi helyére, de ez nagyon csúnyán néz ki, hogy ott nagyon magasan van. Ezt majd megoldjuk. A fürdőszoba az ennyi. Akkor bemegyünk a konyhába. Nem itt lesz a bejárata, mert azt találtam ki. Na, szóval ez lesz a konyha. A konyha az úgy fog kinézni, hogy ugyanaz a feliratok azok már nem úgy lesznek, ahogy én kitaláltam. Ott lesz a mosogató tálca. Tehát mosogatógépet mégsem akarok, mert mindenki el tud mosogatni, ki akar. Utána lesz egy kisebb pult, és itt a mosogató tálca feliratnál lesz a tűzhelysütő. Itt volt régen egy ilyen konnektor, és a tűzhelynek, annak ott jött ki, szerintem ott jött ki a vezetéke alul. És akkor az itt be lehet kötni ide valahova. És ott lesz a mosogatónak, meg a mosógépnek a kiállása. Itt szépen, ez már végleges terv. Itt alul a pult alatt el lehet vezetni szépen. Hát ide szeretnék egy konnektort valahova, ahol itt ez a vájat van, rés van, oda majd megoldjuk valahogy. Ott fölül el lehet vezetni szépen a vezetékeket sorba. Akkor itt volt egy villanykapcsoló, ami a felső, itt volt egy lámpa fölül, de azt nem szeretném. Úgyhogy itt lesz egy villanykapcsoló, mert ilyen pultvilágításos dolgot szeretnék kitalálni, úgyhogy annak kell valahol gyan levezetni egy vezetéket. Akkor be lehet tömni ezeket a lukakat, itt nem kell nagyon, itt úgy gondoltam, hogy ide kéne viszont tenni egy konnektort, egy kettes konnektort, sose lehet tudni, de egy ilyen beépített asztalt szeretnék, ahol lehajthatós, és akkor itt lehet étkezni, az étkezőhely az itt lesz ebben a sarokban.
És itt pedig itt el lesz választva 50 centi onnan, és innen meg egy másfél körülbelül, vagy még kevesebb egy kicsit, ahol is itt lesz a hűtőszekrény, meg egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen gardrób, nem is gardrób, inkább spice jellegű cucc lesz. Úgyhogy ide is kell néhány a hűtőnek, vagy esetleg rátenni a mikrót, vagy nem tudom, egy-két konnektor, de azt itt meg lehet oldani, itt egy gipszkartonfal lesz, és akkor a vízóra egy ilyen kis kinyitós ablakon lesz megoldva. Úgyhogy itt fölül gipszkarton, alul meg itong, amit kivontottunk, azt lesz itt föl egy idáig egy méterig itong, utána pedig gipszkarton rész, és oda kell egy konnektor. Ja, ide meg egy, tudom én, villanykapcsolót, hogy belül legyen világítás. Úgyhogy oda villanykapcsoló, és esetleg egy konnektor, ha elfér egymás mellett, de az még nem. Megnézzük, oda biztos, hogy konnektort szeretnék, és ide is egy konnektort szeretnék. Jó, akkor... Ja igen, persze, itt fölül van végig vezetéknek hely. Ott fölül nem mondottam ki, mert nem tudom, hogy onnan könnyebb áthozni ide, vagy a másik irány felől, mert azt már nem olyan nehéz onnan kivontani, csak az több munka lenne befoltozni. Na, nézzük a nagyszobát. Hát először is itt szembe van két süllyesztés, az egyikbe a régi TV kábel doboz volt, a másik meg egy konnektor volt. Amit még nem bontottam szét, nem tudom, hogy jönnek itt a macagok. Nagyon bele van ide. És a falban lehet, hogy ezt még ma kivésem, megnézem, hogy merre felé jönnek, mennek ott a vezetékek. És ott fölül van a két panel hézak között, ott volt hely, ott volt a régi tévékábel, ott lehet hozni villanyt itt végig, idáig. Így. Ide szeretnék egy konnektort, legalább egy ketteset, de inkább négyeset, hiszen a tévé az konkrétan ezen a falon lesz. A tévé ezen a falon lesz. Az biztos, úgyhogy ott kell internet, kell tévékábel, meg esetleg internet, hogy tehát tévé és internet kábelt ide szeretnék behúzni. Ide egy villanykapcsolót fönt, itt szépen van hely neki, ki van bontva a falba. Itt volt a régi csillár. Akkor a másik oldal felé itt is szintén kibontottam, itt végig villanyvezeték volt, idáig le itt is volt egy konnektor, ide megint szeretnék egy konnektort, vagy legalábbis egy kiállást, mert ide előbb vagy utóbb egy szekrény lesz, és hogy legyen mögötte kiállás. Ezt mindenképp szeretném. Itt a padló és a beton között lehet végigvezetni vezetéket. Ott is volt egy konnektor. Oda is szeretnék legalább egy ketteset valahogy. Meg akkor oda ugye, amit még itt kétbe süllyesztett, oda is egy ketteset. Úgyhogy itt nagyjából ennyi. Ja, még itt azt akartam mondani, hogy ott bejön az internet kábel, meg a TV kábel, itt van nekik, lehet látni a felső kívülről lehet látni, hogy melyik vezetéken ott jön be valami internet, vagy TV cucc, úgyhogy onnan lehet vezetni a TV-t és az internet kábelt. Na hát, szóval tulajdonképpen a villanybontással kész vagyok, már csak be kell építeni az újat, még egy-két apróság hátra van. Vizet kell csinálni, csak a vizes ember eltűnt valahova, és nem veszi fel a telefont, úgyhogy azon még lehet, hogy keresek aki mást. Haladunk, remélem, hogy a villany hamarabb kész lesz, mint a víz, és hát innen elégre takarítottam egy-két dolgot. Van mit csinálni. Visszafordulok, sziasztok! Minden jót, következő videónál fejleményeket majd mutatom, hogy merre, meddig, hogyan. És mit tudtunk kitalálni? Sziasztok!